Kezdjük! És úgy, ahogy a múlt héten, aki nem jut tovább, annak köszönjük szépen, hogy itt volt, és megkapja az ajándékcsomagját. Aki pedig tovább jutott, az maradjon itt velünk a végéig a színpadon. És akkor a fellépések sorrendjében mondanánk is. Tehát akkor elsőként a Hangolók zenekarral szeretnénk közölni a hírt, hogy tovább jutott-e vagy sem. Fáradjatok ide elég, hogy mindenki jól lásson benneteket. Egy nagy tapsot a Hangolóknak! Csak hogy mindenki képen legyen, ami a zsűrinél nagyban jelölt volt a Hangolók zenekar kapcsán, hogy saját dalokat játszottak, és annyira jó, hogy tovább jutottak! Jöhetnek velünk a közösségünk újra! Gratulálom! És már is kapjuk a promóciós CD-t, ha kell, hát kiabálják. Jó, de kedvesek vagyok. Köszönjük szépen! Na, tartjuk hamarabb oda, mert nem, hogy befolyásoljuk a zsűrit. Lefizetjük őket itt egy ingyenség. Ha lehet, hogy valamit mondják, hogy is megfelelhetjük, akkor nem jutatottak volna tovább. Köszönjük szépen! Na kérem! Aztán jött Westergon Péter. Itt vagy, Péter? Nincs már itt? Már hazament? Pedig itt lesz velünk majd a közértődőben, mert hogy tovább jutott! Gratulálok neki! Farkas Szabina. Itt van még Szabina? Ő sincs. Neki majd oda fogjuk adni az ajándékcsomagot. Sajnos, hogy nem jutott tovább, de a közönségtől a tapsot megérdemli, és nagyon szépen köszönjük, hogy ő így volt. Magyar János. Ő sincs, ő is már hazament? Mintha megérezte volna. Sajnos nem jutott tovább ő sem. De az ajándékcsomag jár nekünk, hogy eljöttek az ő számára is. A következő fellépőnk Tulok Mátyás volt. Matyi, legalább te mondd, hogy itt vagy. Nincs itt. Majd a sajnáljuk. Ki a közönség sorol, aki mindig bemondja, hogy nincs itt? Ki az, aki mindent tud? Jajjá. Akkor mindig rád nézek, hogy tudja, hogy itt vannak ilyen. Szóval Tulok Mátyás tovább jutott. Jövünk a közönségből. Gratulálunk neki. Fodor Szonya. Ismeritek azt a mondatot, ami úgy kezdődik, hogy a zsűrinek nehéz dolga volt? Most vele kapcsolatban a zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, és vitatkoztunk, veszekedtünk. És hát arra jutottunk, hogy kicsi vagy még ehhez, de a következőre visszavárunk. Sajnos, hogy sem jutottál tovább, de gratulálunk! Ne hagyd abba az éneklés, mert nagyon ügyes vagy, nagyon tehetséges vagy. És remélem, hogy találkozunk. Gratulálunk még egyszer! Aztán jött a Royal Samara kórus. Lányok nagyon szépek, nagyon fiatalok. Így aztán lesz még esélyünk, csak egyelőre máshol. Nem jutottatok tovább, de nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Gratulálunk még egyszer! Járatok! Ajándékcsomagból egyébként mindenki választhat magának, annyira teleraktuk, hogy mindenki megüssön. Gratulálunk, lányok, ne hagyjátok abba az életlést. Aztán jött Tóthné és Simon Mária. Itt van. Elment haza. Köszönöm szépen. Egy mikrofon kellett volna magadni. De én már mindig nézem, és akkor bólítok, tudom, hogy itt van, akkor rázza a fejét, akkor nincs itt. Nem jutott tovább Mária, de nagyon-nagyon tetszett a produkciója, csak most kicsit kevés volt a továbbításhoz. Iván Anna Szűs Tamás. Jöhetnek velünk, tovább jutottatok. Gratulálok! Járakas! Gratulálunk! Aztán jöttek a rockerek, a helyi zenekarok. Elsőként ugye az Ajkarok Band. Itt vannak? Itt van. Egy nagy tapsot kérünk nekik is! A közönségetek itt van még, hogy hazamegy? Itt vagytok még? Gyertek el legközelebb is, mert te tovább jutottak a srácok! Gratulálom nektek!
törőt, ezt nem adjuk már vissza, úgyhogy folytatok újat. Aztán jött a Requiem. Azt vártuk. Akik szintén nagyon jó teljesítményt nyújtottak, de egy kicsivel gyengébb volt ez még például az Ajkarokban, hogy ti most nem jutottatok tovább, de ne adjátok fel, remélem, hogy találkozunk vele. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Gyertek, adjuk ajándékcsomagot. Csak így tovább, srácok. Köszönjük szépen. Köszönni az ajkai közönségnek, nagyon-nagyon lelkesek voltak a mai napon. Nagy fejtörést okozott a zsűrinek a Raj Vizli zenekar. Nagyon izgulnak a fiúk utánkon, és a hölgy is, úgyhogy szerintem Csabi nem úgy nagyon az időt tovább. Úgy áll, aki felül szemben, mintha kinéző osztag lennék. Mindenki csukott szemben áll, és most itt a sír. Pedig tovább jutottatok! Gratulálunk! Gratulálunk nektek! A legfiatalabb zenekar köszönhetünk a színpadon, és tovább jutottak! De ennél jó teljesítményben, srácok, jó? Tegyetek rá egy lapáttal, és kérjük saját dalt! Hangár zenekar Debecserből. Ha lenne dobos különbé átadnánk, ne nincs dobos különbé, úgyhogy nem adjuk át. Tetszett a produkció, de sajnos most kevés volt a továbbításhoz. De azért remélem találkozunk még veled, hogy Csabi tovább. Gratulálunk, köszönöm. Gratulálunk. Ne adjátok fel. Aztán jöttek a fiatalok, Devil's Kind. Dennis Kind. Nagyon fiatalok vagytok, nagyon az út elején jártok, mint ahogy el is mondtátok. Úgyhogy valószínűleg fogunk még találkozni, de nem a középdöntőben. Ez most nem sikerült, de remélem, hogy együtt maradtok, és nem jártok talán. Gratuláljátok sokat! Gratulálok nektek is, és szeretném még benneteket a színpadon látni. És kiemelkedett a dobos egyébként a zenekarból. Csak úgy, mint a Mörpava csapatból, ugye a zsűri ki is emelte. Itt van a Mörpava? Gyertek! Bár az, az összes hangszeres külön ki lehetne emelni, meg ugye az énekesnőt is. Csabi, szólalj meg! De várom, hogy milyen arcot, mindenki mosolyog. Annyira biztosak a dolgukban, mert azt hiszik, hogy tovább jutottak. És Roy Izzy! Gratulálunk! Tovább jutottatok! Gratulálunk nektek is! Várunk benneteket a április másodikán. Gyertek vissza április másodikán. Aztán szintén fejtörést okozott a Berizon. Jól mondom az ennek a nevét, Berizon. Itt vagytok? Csak a furcsa emberek a színpadon. A felszerelés, a kinézet az tökéletes. Nagyon sokat tököltetek a beállással. Ahogy a Zoli mondta, hagyjátok a francba az elektronikus kütyüket, úgyse hallottuk belőle semmit, és annélkül is jók vagytok, úgyhogy tovább jutottatok, gratulálok! Gratulálok nektek is! És a további sorokat várjuk Ábrül és másodikán a középdöntőbe. Többen kérdezték, hogy hogy lehet majd jegyekhez jutni, ugye a további utók és azok hozzátartozói természetesen már elkezdték vásárolni a jegyeket, és ugye véges a befogadó képességünk. Azt integetik nekem a lányok, hogy kívülnek még oda egy kicsit, tehát aki szeretne jegyet vásárolni, akkor náluk még van lehetőség az aulában jegyet vásárolni. Illetve a hanghullám2@gmail.com e-mail címen lehet nekünk jelezni a jegyigényeket.
és hát természetesen figyelemmel kísérjük, hogy mennyi hely foglalt, és amint beteltek a helyet, azt azonnal jelezzük mindenkinek. A középdöntőbe jutottakat megkérem, hogy ne menjenek el, hiszen szeretnénk még fényképet csinálni róluk, hogy ők is velünk jönnek a középdöntőbe, és hát mindenkinek nagyon köszönjük a részvételt, hogy itt voltatok velünk újra, és találkozunk mindenkivel április 2-án, hogy pontosan mikor kezdünk, azt is fel fogjuk tenni az oldalunkra, hiszen össze kell még rakni a műsortervet, és ott már mindenféle meglepetés várja majd a nézőket is, meglepetés fellépő is, illetve sok-sok ajándék még mindig. Figyeljétek az oldalukat, és még egy hatalmas tapsot kérek a középdöntőseinknek.